Elkészültek az első kenyerek az új kemencében. Több mint 10 diák szorgoskodott azon, hogy a Szent István Élelmiszeripari Szakképzőiskola diákjai minél hamarabb birtokba vehessék. Fantasztikus érzés volt igazából. Az alapot is mi építettük, és a kemencének a nagyját is mi építettük fel. Én igazából csak inkább segítettem, adogattam a téglákat, meg stb. De nagyon jó volt. Egy élete szóló élmény. Az intézmény egy 4,2 millió forintos nyertes pályázatnak köszönhetően tudta megvalósítani régi vágyát, azaz, hogy a diákok olyan kemencében tanulhassák meg a kenyérsütés csinyát, binyát, amilyenben dédanyáink is sütötték a cipókat. Megismerik a népi kemencében való kenyérkészítésnek a csinyát, binyát. Eddig ez nem állt rendelkezésünkre, és nem volt rá lehetőség. Tehát a tanulók úgy kerültek ki, hogy a kemence használt, a pékszukrász tanulók, hogy kemence használatot, a hagyományos kemence használatot nem ismerték, és nem ismerik. Most lehetőség van első lépésben fakultatíve megtanulni a hagyományos kemencének a használatát, későbbiekben esetleg a tanrendbe is beépítve. A bubos kemence építésében nem csak a fehérvári szakiskola tanulói, hanem a Szatmár Németi testvériskolájuk, a Zsorzs Emil Palád diákjai is segítkeztek. Ez is jól példázza a két intézmény remek együttműködését. Tudunk egymás között tananyagot, tananyag tartalmat, szemléletet, illetve tudunk a tanulóknak fölajánlani a gyakorlati, nyári gyakorlati képzés folyamán egy csereprogramot, amivel az iskolánk egy kicsit előrébb tud kerülni, azaz a partneri kapcsolatokat jobban tudja bővíteni. A kemence tehát nem csak a tanműhely udvarát díszíti majd. Szeptembertől kilószámra süthetik benne a kenyeret a diákok.